Ritkán találkozunk ekkora piros ponttal Ajka sétáló utcáján. Honnan jöttetek, és mi a szándékotok a mostani fellépésetekkel? Én Víg Dávid vagyok, az Amnesty International Magyarország igazgatója, és ketten vagyunk itt. Én Dudis Fucsa vagyok, a háttértársaság ügyvivője. És azért vagyunk... A ketten civil szervezet. Abszolút civil szervezetek vagyunk, igen, Magyarországon működő civil szervezetektől vagyunk, és azért vagyunk itt Ajkán, mert arra bátorítjuk az embereket, hogy a közelgő népszavazáson, ami az országgyűlési választással egy napon lesz, de egy külön szavazólapon, érvénytelen szavazattal fejezzék ki azt, hogyha nem értenek egyet ezekkel a kérdésekkel. Mi azt gondoljuk, hogy ezek a kérdések értelmetlenek, kiközösítőek. Nem kell mindent egy mondatba elmondani. Szívesen beszélek, és nagyon szívesen veszek levegőt is, hogyha arról van. Én csak azt szúrnám közben, hogy én Veszprémből jöttem, és ott a piacnál szintén láttam egy nagy piros pontot. Ezek szerint lehet, hogy országos kiterjedésű akcióról van szó? Így van, vasárnap óta itt vagyunk a Dunántúlon, Pécsen kezdtünk, utána Komló, Dombóvár, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, és tegnap és ma pedig már jártunk Balatonfüreden, Székesfehérváron, és ma reggel Veszprémben voltunk a piacnál, és most jött. Ja, ugyanazok volt. Igen, azok is mi voltunk, és innen pedig Győrbe megyünk, és végül Tatabányán fejezzük be a napot. Illetve mi is ott voltunk, de Veszprémben rajtunk kívül ott voltak még a helyi támogatóink, önkéntesei ennek a kampánynak. Most bőven van, miről beszámolnotok, akkor már csak nem egy hete járjátok az országot. Milyen a fogadtatás? Kaptok hideget is, meg mondjuk meleget is? Kapunk támogatószavakat is. Nekem egy nagyon pozitív meglepetés az, hogy nagyon sokan tudnak arról, hogy van egy kampány, ami arról szól, hogy érvénytelenné tegye a kormánynak a kiközösítő népszavazását, hogy nagyon sokan hallottak már erről, ismerik a logónkat, ismerik azokat a szempontokat, amiért az érvénytelen szavazásra buzdítunk. Ez egy nagyon pozitív tapasztalat, de hát kaptunk olyan bántó megjegyzéseket is, amik arról szóltak, hogy szégyelni kellene magunkat azért, amiért kampány. Nyilván félreértéseken alapul, tehát valószínűleg nem érzik át ennek a kérdéssorozatnak a bornírtságát, hogy így mondjam. Igen, igen, de például az nagyon pozitív volt ma reggel, amikor odajött egy házaspár, akiknek három gyermekük van, és azt mesélték, hogy ők pont azért fognak érvénytelenül szavazni, hogy a három gyerekük egy olyan társadalomban nőhessenek fel, ami biztonságos és befogadó mindenki számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy a pozitív tapasztalatok inkább túlsúlyban vannak, mint a negatívok, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet mindannyiunk számára, főleg az, hogy ugye helyieket is be tudunk vonni, és az, hogy ők tudnak beszélgetni a saját kapcsolati hálójukban, ez borzasztóan fontos abban, hogy el tudjuk jutatni az üzenetünket az ország minden pontjára. Na most akkor a népszavazásról, az elején beléd folytottam kicsit a szót, miért, vagy milyen sebekből vérzik ez a népszavazási kérdéssor, mit lehet róla elmondani, mit lehet a tagadására felhozni? Hát, hogyha én válaszolhatok erre, akkor nem is a saját szavaimmal szeretnék válaszolni, hanem egy gyermekvédelmi szakembernek a szavaival, akivel most találkoztunk a minap. 40 évet dolgozott a gyerekvédelemben, és azt mondta a gyerekvédelmi szakemberként, hogy ekkora hülyeséget, mint ami ebben a négy kérdésben van, még életében nem hallott. Ezek a kérdések, amikről népszavazni kellene, tabusítják azt, hogy a szexualitásról, a nemiségről lehessen beszélni az iskolákba. Középkor? Parancsolj. Ja, csak mondtam, ez a középkor, aztán? Hát igen, olyan témákat visz be a közoktatásba, amikről viszont egyáltalán nem feltétlenül kellene ott beszélni, tehát arról, hogy kiskorúak átoperálása ellenkező neművé, tehát ilyen témát ezzel a hangsúlyozással, ahogy a kormány ezt az emberek elé rakja, nyilvánvalóan nem így és nem ebben a formában kellene beszélni. Ez diktatórikus tematizálás szerintem, mi van még? Hát az, hogy diktatórikus tematizálás, ezt nem tudom, de minden esetre egy értelmetlen kérdésfeltevés. Tehát vannak ezzel a témával kapcsolatban olyan dolgok, amikről kellene beszélni. Kellene beszélni arról, hogy miért van olyan kevés óvópedagógus. Kellene arról beszélni, hogy a tanároknak miért olyan nagy a munkaterhe, hogy nem tudnak figyelni arra, amire kellene. Kellene beszélni arról, hogy a közoktatásban miért nincsen elég pénz. Kellene arról beszélni, hogy lehet valódi gyerekvédelmet a gyerekvédelmi intézményekkel, a családsegítővel, stb. Elérni, de nem ezekről az értelmetlen kérdésekről, és nem ebben a formában. Most itt kicsit összeér a két dolog, mármint a pedagógusok jelenlegi követelései, és ez a buta népszavazási kezdeményezés. Van-e kapcsolatuk esetleg a pedagógusokkal is, mint civil szervezetnek?
Az a jó hírem van, hogy április 1-én lesz egy ilyen szolidaritási tüntetés, amelyen Dávid és én is fogunk beszélni, és arról fogunk beszélni, hogy miért fontos például a szexuális nevelés és a szexuális felvilágosítást tabumentesen engedélyezni az iskolákban. Például vasárnap beszélgettünk egy csomagyi fiatal, aki elmesélt, hogy ő 13 éve van a közoktatásban, és soha egyszer sem volt szó sem a szexualitásról, sem a nemiségről, és amikor történelem vagy biológia órán szóba kerül a téma, akkor megpróbálja elviccelni a tanár azzal egy egyébként liberális gimnáziumban, hogy hát de tudjátok, hogy erről nem beszélhetek. Szerintünk ez elfogadhatatlan. Az, hogy a diákok az a koruknak megfelelő információkat kaphassanak ezekről a témákról, az alapvetőnek kellene, hogy legyen. Ha reagáltok erre még, ez, tehát én nekem ez egy nagyon meghatározó beszélgetés volt, amikor egy gimnazista azt mesélte el nekünk 3 nappal ezelőtt, hogy a történelem órán 12-ben, amikor a rendszerváltásról volt szó, nem biztos, biztos ismeritek, láttatok, a nézők is ismerik ezt a plakátot, Fidesznek volt 1990-ben egy olyan plakátja, amin volt két csókolózó szovjet vezető, és két csókolózó... Hát Honecker volt, igen, meg Brezsnyev, hát egy Brezsnyev, én már éltem a... egy keletnémet vezető, és volt egy csókolózó fiatal demokrata család. És ezt a képet a történelem tanár nem merte megmutatni a tanórán, azért, mert attól félt, hogy azok miatt, a törvények miatt, amit elfogadtak tavaly nyáron, meg a népszavazási kampány miatt, őt valami hátrány érheti emiatt. Tehát a Fidesz által elfogadott törvény miatt nem lehet megmutatni a Fidesznek az 1990-es választási plakátját Magyarországon egy középiskolában. Ez olyan szinten abszurd és olyan szinten értelmetlen, hogy azt gondolom, hogy nem csak engem, hanem joggal háborít fel mindenkit. Hát, hogy csak kezdve az egyetlen ellentmondás a régi Fidesz és a mai Fidesz között, de most ne ezen a vonalon menjünk tovább, hanem hogy készült ugye már egy reklámfilm is, amit az állami média nyomott, sőt, hát nem tudom, TV2 oda tartozik, de én például ott láttam véletlenül, nem vagyok rendszeres nézője, de az ott szereplő kisgyerek védelmében nem lehetne azért mondani egy-két szót, hogy ilyesmire kényszerítik, ami igazából egy életidegen és talán az ő életére is negatív hatása lehet? Hogy arra kényszerítik, hogy egy ilyen reklámfilmben szerepeljen? Én nem értem, hogy a szüleinek mi járhatott a fejében, de hát az egész reklámfilm teljesen abszurd. Amikor azt mondja 2022-ben Magyarországon van, hogy hát elmaradt a matek dolgozat, mert hogy bejött a bácsi, és erről beszéltünk. Magyarországon azért maradnak el matek dolgozatok, mert nincsen matek tanár lassan. Nem tudnak a tanárok ebben a hivatásban maradni. Ez a probléma. Erről kellene beszélnünk, és helyette olyan kérdésekről akar pattogni a kormány, amikhez egyrészt nem ért, másrészt pedig pusztán hangulatkeltés és gyűlöletkeltésre használja, azért, hogy szavazatokat zsebeljen be. Ez nagyon, nagyon sokan jön, abszolút egyetértek, és nagyon sokan jöttek oda hozzánk, Nagykanizsán is, Zalaegerszegen is, Várpalotán is, Veszprémben is volt ilyen beszélgetés, ahol szülők jöttek oda hozzánk, és itt tényleg azt a kérdést tették fel, hogy hát nyilván ezt a feszültséget valahogy el akarták mondani, hogy ők azzal az édesanyával szeretnének elbeszélgetni, aki a saját gyerekét annak teszi ki, hogy egy ilyen kormányzati gyűlölködő filmben kelljen szerepelnie, hogy amikor felnő és visszanéz erre, hogy ő részt vett, nem tudom én hány évesként ebben a kormányzati gyűlöletkampányban, ott volt minden tévé, minden államhoz, meg kormányhoz kötődő tévében, meg rádióban, akkor ezzel hogy fog ő tudni elszámolni, és nekem ez egy nagyon fontos megerősítés, hogy anyák, apák, szülők, nagyszülők jönnek oda hozzánk, és mondják el azt, hogy ez a népszavazás miért értelmetlen, és hogy emiatt fognak érvénytelenül szavazni. És az is alátámasztja a személyes élményem, szóval, de én privatizálnom, hogy levelet intéztem több alkalommal is a pápai tankerti központ vezetőjéhez. Ugyan mondja már el, ez tavaly nyár óta tart ez a levelezgetés, én írok levelet, ő nem, hogy mondja már el, hogy mekkora nyomás nehezedik az iskolákra, óvodákra ilyen szempontból, hogy szakállas bácsik vagy mit tudom, agitálnak a nem változtatás mellett. Valami számot nevezzen meg, vagy van-e ilyen eset egyáltalán, sőt fölkértem az Ajkai Szó újság olvasóit, hogy ha ilyen esettel találkoznak, legyenek szívesek értesíteni bennünket, mert mi utána fogunk nézni, és megerősítjük azt a gyanút, ami mondjuk a népszavazás most megnyilatkozik, de több mint egy hete jelent meg ez az felhívásunk, az újságban senki nem jelentkezett azóta, és a tankerti központ vezetője sem reagált. Ez azt támasztja alá, hogy valószínűleg egy központból jönnek ezek az instrukciók, illetve ötletek.
Azt gondolom, hogy ez Zalaegerszegen beszélgettem egy nyugdíjas óvodapedagógust, aki 43 évig dolgozott egy óvodában, azt mondta, hogy soha ilyen nem történt meg, és elképzelhetetlennek tartja. Hogyha a szakembereket megkérdezzük, hogyha megnézzük, hogy a Hintalovon Alapítvány Magyarország egyik legnívósabb gyerekjogi szervezete, ők is hosszú cikkeket adnak ki, amelyek arról szólnak, hogy mi a baj a népszavazással és mi a baj a kérdéseivel, teljesen egyértelmű, hogy a szakma mit gondol. És a szakma azt gondolja, hogy ez a népszavazás elfogadhatatlan és gyűlöletkeltő. Most még egyszer arról, hogy mit kell tenni akkor mondjuk a józanul gondolkodó embereknek, ha előttük lesz ez az ív, a kezükbe nyomják és elolvassák a kérdéseket. Több szavazólapot fognak kapni az országgyűlési választásokkal kapcsolatban, ezt töltsék ki, ahogy ők akarják a meggyőződésüknek megfelelően, és kapni fognak a népszavazással kapcsolatban is egy külön szavazólapot. Ezen négy kérdés lesz, és mind a négy kérdésnél lesz igen és nem válasz lehetőség is. Azt gondoljuk, hogy az, aki érvénytelenül szeretne szavazni, annak mind az igen, mind a nem választ be kell x-elnie, vagy egyszerűen csak egy vonal áthúzza a szavazólapot, és ezzel érvényteleníti. Ez a legjobb megoldás arra, hogy érvénytelen kérdésre érvénytelen választ adjon, mind a négy népszavazási kérdéssel kapcsolatban. Most hallottam még egy trükkről, hogy odaadják a népszavazási lapot valakinek, és azt mondta, hogy köszöni nem kéri. És nem várja meg, míg kiixelik, hogy átadták neki, és elveszi, hanem nem kéri, és ez visszaélésre adhat szerintem okot vagy lehetőséget. Hát azért is, hogy ne lehessen semmilyen fajta visszaélés, bátorítjuk arra azokat, akik érvénytelenül szeretnének szavazni, hogy mind szavazzanak, fejezzék ki a véleményüket. Ez egy nagyon fontos demokratikus eszköz egyébként arra, hogy bárki elmondhatja a véleményét ezen a népszavazáson, érvénytelen szavazattal. Magyarországon a törvények, a szabályok nem csak hogy megengedik, lehetővé teszik az érvénytelen szavazatot, az igent is, meg a nemet is be kell x-elni, és ezzel lehet a legjobban kifejezni, a legdemokratikusabb módon azt, hogy valaki ezzel a kérdés feltevéssel sem, ez az abszurd, értelmetlen kérdéssel sem ért egyet. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok. Ha még egy gondolatot megengedsz, és tényleg nem tartalak fel, csak azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a... Sok emberre szólunk. Igen. Hát nem, de nagyon fontos, hogy az ajkaiak is ezt tudják. Egy néhány nappal ezelőtt megjelent közvélemény kutatási eredmény alapján úgy tűnik, hogy ez a népszavazás érvénytelen lesz, de ez nagyon fontos az, hogy akik elmennek, azok tényleg a népszavazáson kifejezzék a véleményüket, és ez legyen a többség, hogy ezt a népszavazást tegyük érvénytelenné. Ne dőljünk hát égetni, hogy úgyis érvénytelen lesz, menjünk el, és aktívan érvénytelen. És beszéljünk még 10 emberrel, 9 nap van hátra, ha mindannyian még 10 embert meggyőzünk. Nem, 10. Mi maximalisták vagyunk. Köszönjük a beszélgetést. Köszönjük szépen. Szép napot kívánok. Ajkai Szó online közvetítését látják, és nem sokára Rig Lajos következik majd, aki itt tart sajtótájékoztatót ugyancsak a Sétáló utcán, különböző közéleti kérdésekben, és reagál valószínűleg a tegnapi Ajkai Kórház előtti sajtótájékoztatóra is, amit a Fidesz KDNP